így ezt benyomod, és ugye hátra Akár az e-sporttal is megismerkedhetnek azok a gyerekek, akik jelentkeztek a Szekszárdi Sportközpont által hirdetett telesporttáborba. A szervezők a sokszínűségre törekedtek, amikor összeállították a nyári tábor programját, az elfoglaltságokban egy közös van. Mindegyik a sport körül forog. Van olyan gyerek, aki most van itt először, de olyan is akad, aki már évek óta részt vesz a nyári táborban. Nagyon jó, eddig ugye most kipróbálhatok az e-sportot is, és hát már várom, hogy fülödjünk, és hát, hogy fülödjünk, meg sokat játszhassunk. Én a harmadik éve vagyok itt, mind a három évben már nagyon tetszett ez a tábor, és remélem, hogy ez a mostani évben is így lesz. Az előző évben volt egy ilyen lovaglás, ami nagyon tetszett, és sikerült találkoznom ott az egy barátaimmal. Most jöttem két barátommal, és ez már így van az előző év óta, és egyébként nagyon tetszik a tábor. Előző években az e-sport nem szerepelt a tábor palettáján, idén viszont mióta megalakult a szakosztály, a videójátékok világába is belekóstolhatnak a gyerekek. A telesport táborban egyébként többféle program van, és idén bővült az e-sporttal is szerencsére, tehát egyébként heti két óra számba vagyunk gyakorlatilag, tehát kétszer két órát vagyok itt e-sporttal foglalkozni. Nagyon szeretik a gyerekek, azért is lett egyébként több az óraszám, meg nagyon meleg volt ugye pont a múlt héten, és akkor nem nagyon lehetett őket kivinni ilyen tűzönapra a melegbe. Itt már vidáman lubickolnak a gyerekek a strandon, ez is része a telesporttábor programjának. Az idei évben a szervezők 6 turnust indítottak, az első június 27-én indult. A táboruk ugye 5 napig tartanak, 7:30-tól 16:00-ig vannak a foglalkozások. A korosztályok azok úgy néznek ki, hogy van egy 7-től 12 éves korosztály, és van egy 9-től 14 éves korosztály. Ugye egyik héten a 9-től 14, utána van egy 7-től 12 éves korosztály. Egy napunk az úgy néz ki körülbelül, hogy a délötönként mindig sportolunk, ugye délöt van egy 10 óraiuk, az a pihenő idejük, de délöt mindig valami sport van. Általában ugye, amit ki tudnak próbálni, az az atlétika, van benne úszás, kipróbálják most, ugye van a dárt szakosztályunk, tehát dárcozhatnak is, e-sportozhatnak, akkor szerdán, akkor a lovardában vagyunk Őcsénybe. Mindezek mellett ugye kosarazunk, focizunk, szakképzett oktatók, edzők tartják az összes foglalkozást, tehát akár az atlétikáról, vagy az e-sportról, vagy a dartsról is beszélünk. Mindegyikben van velük egy edző, egy oktató, ahol kipróbálhatják ugye a profi körülmények között ezeket a sportokat. A legfőbb célunk az az tényleg, hogy a srácok ki tudják magukat próbálni ugye minél több sportágban. Ugye lehetőséget tudunk nekik ehhez adni. A hosszú nyári szünetben a szülőknek nagy segítség, hogy tudják, a gyerekük jó helyen van, tartalmasan tölti el az idejét. A gyerekeknek pedig jó móka, hiszen változatos programok várják őket nap mint nap.